Köszöntünk minden kedves nézőt, az én nevem Boldog István Dávid, és a mai vendégeink Bakronagy Attila, magyar történelem tanári szakos hallgató, Vona Gábor, blogger, és Vangel Márk, szociálantropológia doktorandusz. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy a magyar emberek egymáshoz fűződő viszonyáról beszéljünk egy kicsit mélyebben, ugyanis nekem az érzésem egyrészt, hogy mindaddig, amíg megegyezünk az egyes véleményeinkben, mindaddig, amíg nem ütközünk egymásnak ideológiai szempontból, teljesen rendben vagyunk egymással, mi magyarok. És egyszerűen onnastól kezdve, hogy valamilyen probléma lép fel, egy, amit te is rengeteg szemteni szoktál, egy ilyen törzsi hát ösztön, vagy egy ilyen reakció lép be, és egy teljes elutasítottságot lehet tapasztalni ekkor az emberek körében. A mai adásnak az egyik fő vonulata az az lenne, hogy erre egy kicsikét választ adjunk, ennek az okára, valamint, hogy arról beszéljünk, hogy mondjuk mi lehetne az, ami ezt felszámolhatná. Hogy miért kell felszámolni, az szerintem egyen egyszerű, mert ez feldarabolja a társadalmat, és míg annak egy rendszernek kéne lennie, egy egymást, vagy önmagát működtető, és egyre csak javuló rendszernek, ez egyre jobban szétfragmentálódik. Nem tudom, mit gondoltak erről. Én úgy gondolom, hogy a magyar társadalomban gazdasági értelemben és kulturális értelemben is hatalmas szakadékok tátonganak. Van egy olyan réteg, amit szokás felső 10 000-nek nevezni, ami gazdasági és kulturális értelemben felül emelkedett az alsóbb rétegeken. És mivel nincsen polgári réteg, nem alakult ki Magyarországon, gazdasági értelemben talán igen, kulturális értelemben egyáltalán nem alakult ki polgári réteg Magyarországon, ezért nincs az a vonal, az a sík, ami össze tudná kötni ezt a két nagyon messze álló réteget kulturálisan egymáshoz. És ennek a visszásságait éljük meg mi 4 évente, de akár a mindennapjainkban is. És én úgy gondolom, hogy amíg nem fog megteremtődni a polgári réteg Magyarországon, addig ne is álmodozzunk szerintem jelentős politikai javulástról. Paradigmaváltásról, de ezt ne is várjuk a politikusoktól, hogy ezt kitermeljék a polgári réteget, ezt nekünk kell kitermelni, idő és munka. Nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, de közben eszembe jutott az, hogy el tudok képzelni egy olyan magyar társadalmat, ahol mondjuk ez a gazdasági vagy társadalmi polgárosodás megtörténik, de attól ugyanúgy megmaradnak a törzsek. Tehát szerintem itt még ennek van egy olyan másik dimenziója, amit érdemes megvizsgálni, hogy mert ez már nem biztos, hogy gazdasági kérdés. Még azt sem mondom, hogy akár kulturális, hanem valami olyan mélyen emberi, ösztönvilágra ható, és a politika által valószínűleg felkorbácsolt, vagy manipulált érzés, ami ugye az emberi evolúcióból fakad, hogy annak idején, amikor elkezdtük a kulturális evolúciónkat, akkor a törzsi keret az lényegében egy biztonságot adott nekünk a természetben, ahol ezernyi veszély leselkedett ránk, és úgy tűnik, hogyha a kultúrának a pillérei, a megtartó pillérei meggyengülnek, akkor óvatlanul visszamenekülünk ebbe az ősi törzsi nyugalomba, és én mintha ezt érezném, de itt antropológus, meg kíváncsi vagyok a véleményére, hogy ezt érezném, hogy akár még egy komoly gazdasági, társadalmi fejlődés, vagy egy polgárosodás, vagy egy nagyon nagyszerű gazdasági periódus sem biztos, hogy megoldaná azt a problémát, amit felvezettél. Csak egy pillanat, csak beszúrnám ide, hogy ugye hát ezek a törzsek, amik különböző célok megvalósítása érdekében, tehát a biztonság érdekében ugye összefogtak a múltban, ez erre most nincs szükség, ugyanis egy sokkal nagyobb rendszert alkot az emberiség, ami a igazságszolgáltatás módján védelmet nyújt ugye az emberek számára. Lehet ott képzelni azt, hogy lesz egy olyan társadalom, amiben nem lesznek csoportok? Vagy... Nem erre akartam kiukadni, csak arra, hogy valójában nem arról van szó, hogy ebben az esetben azért alakulnak ki mégiscsak ebben a társadalmi struktúrában ilyen, hogy mondjam, hát törzsek, most nevezük őket így, ezeket a társadalmi szegmenseket, mert nem bízunk meg eléggé ebben a rendszerben, amiben vagyunk, és ez nem magyar folyamat szerintem, tehát ez átlagosan szerintem egy világszinten létező dolog. Tehát, hogy még az újonnan kialakult közösség, ami egy sokkal nagyobb közösség, amiben nincs szükség ennyi ilyen szegmensre, nem nyújt annyit az emberiségnek, hogy ez elég legyen.
Sose leszel. Szerintem én úgy gondolom, hogy ez a törzsi jelleg, vagy ez a törzsi háború, amiről állandóan beszélünk, ez igazából nem más, tehát ennek szociálpszichológiai vonatkozásai vannak. Egyszerűen az ember, ahogy te is mondtad, erre van kalibrálva evolúciós szinten. Na most ugye az, hogy a népesség ugrásszerűen növekszik egyfolytában gyakorlatilag, amióta a mezőgazdaság használatba került, úgymond, vagy gyakorlattá vált, nem, tehát ez a maladaptív evolúciós funkció, aminek már nem veszük hasznát, de mégis folyamatosan összeütközésbe kerül a jelen fönnálló viszonyokkal. És úgy gondolom, hogy ez az a veszély, ez az igazi kérdés a társadalommal kapcsolatban. Mert a képviseleti demokrácia arról szól, hogy ütköztetjük egymás érveit, de a törzsi háború arról szól, hogy kipusztítjuk a másikat, vagy elpusztítjuk a másikat. És szerintem ezt kellene felfogni, hogy úgy kell harcolni, hogy mind életben maradjunk. Na, tehát, hogy... És ráadásul engem még az is zavar ebbe az egészben, ami nálunk zajlik, hogy szerintem törzsek, vagy pártok, vagy politikai csoportok lesznek. Az, ami engem zavar, hogy amik most a törzsek, azok nem csak egy ilyen evolúciós értelemben idejét múlt kategóriák, hanem hamis megosztottságokat is teremtenek a társadalmat. Tehát igazából nem is az zavar, hogy van egyik oldal, meg másik oldal, meg harmadik oldal, hanem azok a viták, amit ez a megosztottság teremt, azok nem a valódi társadalmi párbeszédre vagy vitára adnak lehetőséget, hanem hamis politikai narratíváknak ebből következően hamis vitáit teremtik. Tehát, hogy itt szerintem van egy csomó, tehát egyrészt neked is igazad volt, hogy ennek polgárosodási hiány van, gazdasághiány, ugye van itt akkor ennek mély antropológiai, meg szociológiai gyökere, meg van egy komoly politikai manipuláció, hogy ebben a magyar társadalomban, amelyik elveszítette itt a közösségi struktúráit, mert azért azt is látnunk kell, ez egy újabb szempont akár, hogy a hagyományos közösségi kereteket így nagyon nehéz ma már a magyar társadalomban felfedezni. Mindenki menekül valami közösségbe, és akkor jön a politika is, ad egy ilyen mesterséges törzset. Ami ráépít a történelmi traumáinkra, meg a 20. századi kádári reflexeinkre. De egyébként még csak az sem szükségszerű, tehát hogyha worldwide nézed, akkor az identitás politika és az identitás hajkurászása. Hát szerintem a legékesebb bizonyítéka ennek. Azért reagálunk érzelmileg, mert hirtelen már nem tudjuk, hogy milyen érzelmeket kellene éreznünk, és ez zavaró, és ez frusztráló, és sokkal könnyebb egy kijelölt ellenség ellen ágálni, mint sem megfogalmazni a saját miben létünket. Már annak nincsenek fogóckodói, ezeket meg megadják nekünk. Persze. Tehát nem létező veszélyeket. Meg egyértelműek, mindig ugyanaz, mindig egyértelmű, és teljesen mindegy, mert ugye tudjuk, hogy az összeesküvés elméletek akár. Tehát ez egy olyan vonatkozási rendszer, ami önmagát fogja magyarázni, így is, úgy is. Ennek alátámasztásaként azt szeretném mondani, amikor a középkorban az ördög ellen fölkeltek, hát az ördögöt se tudták megfogni, de voltak földi helytartói, a boszorkányokat, ezeket el lehet égetni. Mindig kell valami képet adni az ellenségnek, ha ez éppen olyan absztrakt, hogy egyébként nem lehetne megfogni. És már hogyha identitás, ugye sokszor van arról szó, hogy mi magyarok azért vagyunk olyan nehéz helyzetben, mert ugye a kelet és a nyugat közötti ilyen kis meccés pont vagyunk mi. És ezért kétfelé húzva, ugye a történelem során is ezt látva, egyszerűen nem tudjuk, hogy hova tartozunk igazán, és egyebek. Kérdés, hogy most jelenleg mondjuk Európai Unióhoz tartozni, vagy az Európához tartozni, az mit jelent, és mit jelent keletre tartozni? Tehát nekem ez sem teljesen világos. Az a baj, hogy egyik kedvenc témám. Nem fogom tudni magamban. Mert hogy én ezzel nagyon egyetértek, hogy ez a keleti-nyugati identitás probléma, ez jellemzi az egész történelmünket, és a konfliktusainkban valahol mindig így mélyen kirajzolható, hogy most ki kelet és ki nyugat. De van jó kelet és van jó nyugat, és van rossz nyugat és van rossz kelet. És mi valahogy úgy tűnik, hogy mind a nyugatból, mind a keletből a rosszat. Tehát most a keletből most éppen, ami nekünk nagyon tetszik, vagy hát bizonyos köröknek, hanem nagyon tetszik, itt az ország vezetésében is elég komoly befolyással, ez a keleti autokratikus, függő társadalmi berendezkedés, ahol van a társadalmi elit, és lényegében egy nagy massza, amelyet ural, szinte félisteni, vagy isten királyi rangban a vezető réteg. Ezt szeretjük keletből, nem a keleti filozófiáknak a mélységét, vagy a keleti embernek az életharmóniáját, hanem ezt a fajta politikai berendezkedést, nyugatról pedig ezt a fogyasztói individualizmus, és nálunk így ez a kettő így most szépen összetalálkozott, egy gyönyörűt idézőjelben mondom, egy gyönyörű mixtúra jött létre, a fogyasztói társadalom, ahogy találkozik a közép-ázsiai diktatúrával. Tehát így ez az, amit mi megvalósítunk, miközben lehetne az is, hogy mondjuk a nyugati szabadság szeretetet mondjuk a keleti
Igen, a keleti harmóniával és a keleti rendel, a keleti, az, azzal, hogy az ember egynek érzi magát a kozmosztal, amit egy, mondjuk egy kínai vagy egy indiai filozófiában megtalálunk, vagy a keleti filozófiákban, és mondjuk ezt a nyugatnak a szabadság szeretetével, az innovatív szellemével, a kutató szellemével, tehát lenne ennek egy jó útja is. De nálunk nem ezt látjuk, és hát azt gondolom, hogy ebben az esetben, hogyha választani kell, akkor nem véletlen, hogy most azért a fiatalok inkább a nyugati irányba húznak, még akkor is, hogyha nyugati irányban is nyilvánvalóan számtalan olyan problémát láthatunk, ami nem vonzó, de hát ha választanunk kell azt, hogy szabadságban éljünk vagy nem, akkor talán valamiért mégis a szabadság irányába mozdulunk. És az európai trend is egyébként, hogy az Európa az történelmétől kezdve a szabadság és a rendnek a sose kiegyenlítőséről szólt, hanem mindig valamelyik túl tengert. Pontosan. A szabadság túltengett a 60-as években, előtte pedig a rend az kicsit nagyon túltengett. És sőt, Kelet-Európában, bocsánat, szabadba vágkodtok, ugye még a 60-as években is a rend. És azt kellene felismerni, hogy ez egy hatalmas lehetőség, hogy mi ilyen pozíciót foglalunk el, nyugaton és keleten vagyunk egyaránt. Ennek az erőit kellene, ahogy fogalmaztál, megfelelően becsatornázni. És ha ezt megfelelően becsatornáznak, akkor nyugatnál és keletnél is eredményesebbek tudnánk lenni szerintem. Szerintem egyébként, bocsánat, hogy nem csak egy mondat ide, hogy szerintem pont ez a magyarság feladata. Most nem akarok én nagyon nagy szavakat használni, de hogy szerintem a magyarságnak, ha van ilyen, hogy most van-e bármelyik nemzetnek vagy közösségnek küldetése vagy missziója a világon, szerintem nincs, de találni kell. és hogyha nekünk találnunk kellene egy ilyet, akkor én azt mondanám, hogy nekünk pont ez volna, hogy a keletből és a nyugatból próbáljuk meg azt a jót valahogy itt magunkban megtalálni, felmutatni, egyesíteni, ami egyébként a mai világban, ahol ezek a törzsi konfliktusok egyre erősödnek, és egyébként nemzetközi szinten is a kultúrák közötti párbeszéd esélyei azért nem olyan jók. Magyarország lehetne az a része a világnak, amelyik felmutatja azt, hogy lehet normálisan is. Most nem ebbe az irányba megyünk, csak mondom, mint ide. Igen, ez meg rávilágít arra, hogy itt ezt a Harari-s vonalat folytassam, hogy ugye ehhez kell egy bizonyos mítosz, vagy egy identitás, ami erre ajtót nyit, vagy ajtót mutat. Viszont azt látni most, így a mai korban, hogy minden érték széttöredezik, szétesik tulajdonképpen. A posztmodernnek szerintem ez az egyik ismérve. És kérdés, hogy ennek fényében erre milyen kilátás van jelenleg. Én a közeljövőben nem látok sok esélyt erre, őszintén szólva. Én nem lennék ennyire negatív egyébként. Szerintem mondtátok itt, hogy ugye kelet van, meg nyugat van, és hogy merre húzódjunk. Igazából én egy globális válságot látok. Tehát igazából én nem látom úgy, hogy a nyugati vagy keleti formula működne. Valószínűleg egyik sem működik egyébként a másik elemei nélkül, vagy tehát itt mindig elemeknek az egyensúlyi vagy nem egyensúlyi helyzetéről beszélünk. Amit mondani akartam, volt egy nagyon érdekes olvasmányom, beleszaladtam egy Engels idézetbe egy könyvben, hogy valahogy erről szólt, hogy a kelet-európai, közép-európai államok, ahogy kapkodnak nyugatról keletre, ahogy próbálnak ide illeszkedni, oda illeszkedni, ide kóstolni, oda benyalni adott esetben már bocsánat, ez vezet majd szerinte a halálukhoz, úgymond az elmúlásukhoz, mert nem képesek öndefinícióra. És tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, akkor a mai napig ez a baj, mert ahogy te is mondod, kihasználható lenne egy rakás, tehát ebből a pozícióból, ebből a tranzit pozícióból rengeteg előnyünk származhatna. És miért nem? Én arra tudok gondolni, hogy mondjuk a szocialista periódus az nem kifejezetten az öndefinícióról szólt. Legalábbis az egyén szintjén biztosan nem, de a társadalom szintjén meg hát egy fals öndefinícióról. Azóta, ami van, az pedig a csalódásról szól. Szintén nem azonosulhatok a piacgazdasággal vagy a demokráciával, mert nem érzem azt, hogy működne. Csak egyéni öndefiníció van. Az a mitosz, amit említettél, ami úgy tűnik, hogy legalábbis a történelemben eddig mindig voltak a közösségeknek mítoszaik, és ez egyébként adaptív volt, ha már használtad a maladaptív szót, ez egy adaptív dolog volt, tehát az adott közösségnek volt egy mitosz, ami egyben tartotta, ami formát adott neki, és most szerintem a mitosztalan időszakban vagyunk, tehát a posztmodern, amit te is említettél, ezeket a mitoszokat szétrombolja, darabraira szedi, és lényegében utána megsemmisíti. És a kérdésem, ez igazából csak kérdezem én is tőletek, hogy hogyan lehet, tehát egyáltalán lehet-e közösséget mítoszok nélkül
működtetni, vagy fenntartani, vagy ha nem lehet, akkor hogyan lehet mesterségesen mítoszt alkotni? Vagy ezek a mítoszok nem úgy alakultak, hogy összeültünk négyen, és akkor azt mondtuk, hogy hát a magyarságnak annyira kellene már egy mítosz, találjunk ki valamit, és akkor mondjuk el az embereknek, hogy ebbe a mítoszba kell hinni innentől kezdve, hanem az ki szerves módon kialakul.